Évek óta egy nagyon mély gödörből próbál kimászni a hazai építőipar, szépen lassan azért lépeget előre ez az iparág, most ugye beindult a csok, pörög a lakásépítés, talán ez egy kicsit segíthet, de hogy ez mennyire segíthet, erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig egészen konkrétan a hazai építőipar helyzetéről beszélgetünk az egyik legilletékesebb szakemberrel, legalábbis itt a régióban, mert hogy vendégünk a stúdióban Komló Sándor, a Leier Hungária ügyvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát Komlós úr, azt hiszem nem tévedtem azzal, hogy azt mondtam, hogy egy nagyon-nagyon mély gödörből, válságból lépeget szépen lassan előre a hazai építőipar. Egy picit érzékeltessük ezt, hogy mit jelent ez a válság. Néhány számot, ha tudunk mondani, adatot, hogy mi volt évekkel korábban, és mondjuk ehhez képest mennyit léptünk mostanra egy picit előre. Igen, ezt talán a legérzékletesebben a hazai lakásállomány nyal, illetve lakásállomány változással tudjuk érzékeltetni. Azt kell tudni, hogy Magyarországon körülbelül 4 millió lakás van. Ahhoz, hogy ez a 4 millió lakásállomány mondjuk 100 évente megújuljon, ahhoz évente 40 ezer lakást kellene építeni. Na most ez a 30-40 ezer a 2000-es évek közepén, 2000-es évek vége felé még jellemző volt Magyarországra, tehát akkor ennyi lakást építettek. A 2009-10-ben beköszöntött gazdasági válság óta viszont ez a szám lement egészen 7300-ig, ez 2013-ban volt a mélypont. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha ezt az ütemet tartottuk volna, akkor a magyar lakásállományok 600 évente lakásállomány 600 évente újult volna meg. Az azt jelenti, hogy egy lakást 600 évre kellett volna tervezni. Ugye ez nyilvánvalóan nem fenntartható. És nagyon örülünk annak egyébként, hogy az idei évtől valóban élénkül az építési kedv. Ez miben nyilvánul meg, számokat erre vonatkozóan tudunk már mondani, hogy mennyien érdeklődnek, mennyien építetnek többet? Ugye azt tudjuk, hogy Győr és térségében rengeteg, főleg társasházi lakás épül, de ez már akár az önök szintjén, a Leier szintjén is érzékelhető, hogy több a megrendelés, több anyagot tudnak eladni? Igen, igen, ezt érzékeljük. Ugye ennek az építési kedvnek az oka, azért az nem véletlenül van, ennek négy komoly nagyon tényezője van, ami idéntől van, és tavaly még nem volt. Ez egyrészt az új építésű lakásoknak az áfája 27%-ról 5%-ra csökkent, megjelent a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény. A három gyerekes családoknál ugye ez kiemelten jelentős 10 plusz 10 milliós támogatás vehető igénybe. Aztán megjelent az egyszerűsített bejelentés, 300 négyzetméter alatti lakásokra vonatkozik ez, sokkal gyorsabban tud valaki elkezdeni építeni, aki akar, és a bankoknak a hitelezési kedve is beindult, sokkal könnyebben és sokkal alacsonyabb kamatra lehet fölvenni hitelt az idéntől, mint mondjuk a korábbi években. Tehát mindez összességében egy nagyon pozitív változást hozott az építőiparban. Valóban mi már ezt érezzük, hiszen mi mint szerkezeti építőanyaggyártó, nehéz építőanyagokat gyártjuk Magyarországon 9 üzemben, az építkezések elején vagyunk ott, de elmondható ugyanakkor az is, hogy az első fél évben jellemzően azok a projektek indultak meg, amik már korábban elő voltak készítve, vagy korábban, akár a válság hatására is, valamikor ezt félbehagyták. Amikor még a válságról beszéltünk, illetve most is még ugye egy elhúzódó válságról beszélünk, kellett egyfajta stratégiát kidolgozni, akár a Leiernek, akár ebben a szférában dolgozó cégeknek, hogy életben tudjanak maradni, vagy akár előre tudjanak menekülni? Mert hát egy válság az tart, ameddig tart, előbb-utóbb ki kell belőle lábalni, a cégnek meg életben kell maradnia. Igen, igen, ebben a tekintetben nekünk nagy szerencsénk volt, hiszen a Leier cégcsoport, illetve a Leier építőanyaggyártási részlege úgy van felépítve, hogy sokféle terméket gyártunk. Nem egy típusú termékre specializálódtunk, hanem a mélyépítéstől kezdve magasépítésig, kertépítésig és egyéb speciális beton elemekig mindenféle terméket gyártunk. Ez a fejlesztési folyamat, a termékfejlesztés, az innováció, ez egyébként 2009-től a Leiernél felerősödött. Mit hozhat a folytatás? Ugye arról beszéltünk, hogy szép lassan lábalunk ki a válságból, legalábbis hazai szinten. Most jött a CSOK meg a másik három ok, de mikorra érhet oda a hazai építőipar, ahol tartott valamikor 2008 előtt, mert ez lenne az ideális, ugye erre várnak önök is, meg mindenki más, aki ebben a témában érintett. Igen, igen. Nagy léptekkel haladunk előre. Ez pedig azért van, mert a CSOK-os támogatások, illetve az a csökkentett áfa is, 2019. december 31-ig van meghirdetve. Tehát ez azt jelenti, hogy a következő három évben biztos,
hogy ezek a kedvezmények még támogatni fogják az építkezéseket. Ezt ki is használják a beruházók, illetve a társasházépítők főleg, és már látszik az, hogy 2016 első fél évében közel 14 ezer építési engedélyt, illetve egyszerű bejelentést adtak ki, míg ez a szám, tehát 2015 első fél évében olyan 5500 körül volt. Tehát több mint a duplája az a bejelentett építkezés az idei évben, mint ami a tavaly évben volt. Valószínű, hogy az idén megépített lakások száma is jóval túlhaladja a tavalyi ugyanilyen számot, az olyan 7600 körül volt egyébként. Idénre nagyjából olyan 13-15 ezerre satszolják a szakemberek a megépített, illetve átadott lakások számát. Ez, ha minden jól megy, akkor akár fölmehet 20 ezerre, vagy a fölé is a következő három évben. Hogy utána mi lesz, azt nem tudjuk. Ugye az önök cégcsoportja szerintem nagyon jól tudja, mindenki Ausztriában és Magyarországon is ott van, meg még sok más helyen. Tőlünk nyugatabbra is ennyire érzékenyen érintette ez a válság az építőipar? Tehát mondjuk Ausztriában, Németországban, Nyugat-Európában is ennyire lelassult az építkezések volumene, vagy csak Magyarország sínlette meg ezt ennyire? Hát ha Nyugat-Európával hasonlítjuk Magyarországot, akkor mindenképpen jóval jobban lecsökkent a lakásépítések száma Magyarországon, mint nyugaton. Mi a nyugatból elsősorban Ausztriát érzékeljük, hiszen Ausztria felé elég jelentős az exportunk is, és ott ilyen jellegű visszaesést nem tapasztaltunk. Hát akkor ez is egy magyar specialitás. Ugye önök most már egy jó néhány hónapja a magyar kormány kiemelt stratégiai partnere. Ez milyen előnyöket jelent egy cég számára? Sokan talán az átlagemberek közül nem is értik ezt. Ugye a magyar kormány kötött számtalan céggel már megbízható partnerekkel ilyen szerződést, de sokszor nem derült ki, hogy miért fontos ez a kormánynak, illetve miért fontos az a cégnek. Az önök cégének például milyen előnyökkel jár ez? Mit érzékelnek ebből? Kézzelfogható előnyei vagy változásról nem tudok beszámolni, hiszen a kormány ezzel ismerte el gyakorlatilag a Leyernek az elmúlt 30 évben tett tevékenységét Magyarországon, hiszen 30 éve van már a Leyer Magyarországon, is folyamatosan beruház, munkahelyeket teremt és fejleszti az építőanyagoknak a minőségét. Tehát ezt a tevékenységünket ismerte el a kormány ezzel a lépéssel. Ez különösebb előnnyel szerintem nem jár, minket nem zökkentett ki az eddig megszokott kerékvágásból. Ugyanúgy tesszük a dolgunkat, és igyekszünk tovább bővülni, további munkahelyeket is teremteni. Ez egyébként az idei évben különösen jellemző ránk, hiszen két telephelyünket is fejlesztjük elég jelentősen, az egyik János Somorja, ahol az előre gyártott elemek gyártása folyik, és ezt a gyártást fogjuk még jobban fejleszteni. Illetve Hajdúszoboszló a másik telephelyünk. Kelet-Magyarországon eddig a Leyer nem volt annyira hangsúlyosan jelen, mint mondjuk Nyugat-Magyarországon. A 9 üzemből mondhatni 6 van Nyugat-Magyarországon és 3 Kelet-Magyarországon. Ezt kiegyensúlyozandó fejlesztjük most a hajdúszoboszlói üzemet, ahol a betoncserép gyártás mellett falazóelemek, illetve díszburkolatok gyártása is jön majd 2017-től. Ha már munkahelyteremtés, éppen ma reggel hallottam a rádióban, hogy épp egy építőipari szakember panaszkodott, hogy szépen az építőipart is elérte a szakemberhiány, a szakképzett munkaerőhiány. Ezzel önök mennyire szembesültek, illetve hogyha igen, akkor mit tudnak vele kezdeni? Ha már bővítenek János Somorján és Hajdúszoboszlón, oda ember is kell, aki dolgozik, őket honnan? Hozzánk folyamatosan jönnek jelentkezők, illetve tudunk biztosítani egy olyan hosszú távú és biztos hátteret, ahol igazából a munkavállalók szívesen és biztonságban tudnak dolgozni. Ugyanakkor ez a szakemberhiány és munkaerőhiány az építőipart a kivitelezési oldalon is nagy mértékben, vagy még nagyobb mértékben sújtja, hiszen az egyik oldalról van egy megnövekedett építési kedv, egyre több lakás épül, egyre többen beruháznak, egyre több ember keres új lakást. A másik oldalon viszont
nagyon-nagyon kritikus szakember hiány van, kevés a jó szakember, egyáltalán kevés a szakember. Ezt ellensúlyozandó egyébként még jobban erősítjük a képzési programunkat a téli időszakban, amikor ezek az emberek, akik már itt maradtak Magyarországon és nem mentek nyugatra, még jobban ráérnek, tehát kivitelezői képzéseket tartunk, ahol bemutatjuk a Layer innovációit, a Layer termékeket, elmondjuk azt, hogy milyen, mire kell odafigyelni mondjuk egy kéményépítésnél, vagy egy felszíni vízelvezetésnél, illetve a tervezői képzésünket is tovább erősítjük, hiszen nem csak a kivitelezés, de a tervezői részt is folyamatosan szeretnénk támogatni és képezni. Ehhez a témához tartozik még szintén, hogy ugye kevés a szakember, kevés a kőműves, nagyon nehézkesse, tehát már ilyen falakba ütközik igazából egy projekt, hogy megvan a finanszírozás, megvan a vevő, megvan a telek, megvan minden, megvannak a papírok is, az engedélyek, csak éppen nincs aki falazzon. Erre tudunk mi megoldást nyújtani az előre gyártott szerkezeteinkkel, amiket, tehát ez kéregfalat, kéregfödémet, előre gyártott lépcsőket, körüreges födémet jelent. Ezekkel a szerkezetekkel gyakorlatilag nagyon gyorsan és hatékonyan föl lehet építeni egy házat. Nyilvánvalóan meg kell, hogy előzze egy nagyon gondos és nagyon precíz tervezési időszak, tehát gondolok itt arra, hogy már a falban tudnunk kell, hogy hol lesznek a villanykapcsolók, a konnektorok, hol mennek majd a vezetékek, hiszen ezeket mi optimális üzemi körülmények között a gyárban mind beleépítjük ezekbe a nagy betonfalakba, és a vevő által kért méretekben, mennyiségben, határidőre ezeket leszállítjuk, gyakorlatilag lapra szerelve tudjuk a házat szállítani, amit egy jó darus akár egy szintet egy nap alatt össze is tud darúzni. Ez a fajta építőanyag egyébként Magyarországon még relatíve ismeretlen, összehasonlítva mondjuk Németországgal vagy Ausztriával. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek az építőanyagnak a korszaka az most elérkezett Magyarországra, és a következő hónapoktól, évektől ez egyre erősödni fog. Hát akkor szó szerint előre menekül a Layer Hungária, nem csak a gazdasági válságot tekintve, hanem a szakember hiány tekintve. És Komlós Sándor, köszönöm szépen, szerintem nagyon sok mindent megtudtunk, legközelebb majd folytatjuk a céggel, meg az építőiparra. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt mára a konkrét, a hét utolsó konkrétja, legközelebb hétfőn ugyanitt, ugyanebben az időben megint csak én számítok majd a figyelmükre, más témával, más vendéggel, addig is nagyon vigyázzanak magukra, jön a hétvége. Hát ha tehetik, és miért ne tehetnék, menjenek el szavazni, és nyilvánítsanak véleményt a vasárnapi népszavazáson. Köszönöm még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra! A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.